Sziasztok! Radványi Petra vagyok, és szeretném bemutatni a Mizu növényi tejfőző automatát. Az automatához a dobozban különböző alkatrészek tartoznak. Egy kancsó, egy fémszűrő, egy tisztítókefe, a mérőpohár és a vezeték. Nézzük, hogyan működik a készülék. A tejfőzőautomatának van egy fejrésze. A fejrészen található két gomb. Az egyik a menügomb, amivel ki tudjuk választani a kívánt programot, a másikkal pedig el tudjuk indítani a programot. 9 program és 11 lehetőség közül választhatunk. Nézzük a programokat, amik a gép fejrészén vannak. Az első programmal száraz magokból készíthetünk növényi tejet, a másodikkal áztatott magokból. A következő program szendvicskrémek, pástétomok készítésére alkalmas. A harmadik közül választhatunk az úgynevezett rice kongi, az egy kínai ősi étel, amely egy rizs ételt készít, de ezzel szoktam én a tejberist, a barna rizst főzni, illetve különböző köles krémeket készíteni. A következő programunk a kása program, ami azért nagyon jó, mert nem főzi meg a kását, hanem csak alacsony hőfokon összeforgatja és összedarálja a hozzávalókat. A következő programunk a tejszínkészítő program, ezzel mandulatejszínt, rizstejszínt, kókusztejszínt és egyebeket lehet készíteni. Leveseket is tudunk készíteni a géppel, krémlevest is lehet készíteni vele, illetve olyan levest, amiben az alapanyagok nem kerülnek darálásra. Ezzel a programmal szoktam készíteni kompótot is. A következő programunk a gyümölcslé és zöldséglé készítő program. Ezzel nyers gyümölcsleveket lehet készíteni, smoothie-kat, különböző teljes turmixokat. Nagyon hasznos kis program. A végén pedig egy öntisztító program áll rendelkezésre. Az egyik variációban egy alacsonyabb hőfokon, a másikban pedig egy magas hőfokon tisztítja meg magát a berendezés. A fejrészen található kések segítenek darálni a kemény hozzávalókat, illetve található egy szelep a fejrész tetején, ami arra szolgál, hogyha légmentesen lezárjuk a fejrészt a tartályba, beletesszük, itt van egy légmentes záródás, akkor alacsony hőfokon főz a gép, és a szelepen keresztül távozik a készülékből a felesleges gőz. Hogyha levesszük a fejrészt a tartály alsó részéről, akkor megmutatom nektek a tartályt. Belül van 2 csík, egy 1,3 tizedes, nem tudom, hogy látszik-e, és egy 1,5 tizedes literes kis csík, amivel tudjuk szabályozni, hogy mennyi tejet, tejszínt szeretnénk készíteni a géppel. Rozsdamentes nem ez a cél, a fejrész egésze. Nagyon könnyű a tisztítása, fogjuk a fejrészt és vízcsap alatt, folyóvíz alatt csak leöblítjük, illetve a tartályrészt is rögtön elöblítjük. További videóinkon megnézhetitek, hogyan készülnek a tejfőzővel az ételek.